Az elmúlt héten a Momentum közzé tett egy videót a Facebook oldalán, a YouTube csatornájukra is feltöltötték. Donát Anna fémjelzi ezt az egész produkciót, amelyben nem másról van szó, mint a cigányság felzárkóztatásáról, a kirekesztés elleni küzdelemről, és úgy általában véve, hogy a Momentum mit kíván tenni ezért a népcsoportért. Úgyhogy ezt a videót fogjuk Danival most megnézni. Szia, Anna! Úgyhogy szólj, hogyha indíthatjuk. Mehetünk. Na, kezdjük! A cigánysággal szembeni előítéletesség és ellenszenv az egész... Hopp, itt szerintem álljunk meg egy pillanatra, tehát kettő ponton szúrnék közbe. A háttérben látható, hogy ha jól látom, a Petőfi híd lábánál egy ilyen szép füves parknál áll Anna, és ott mondja el a magas gondolatait. Tehát talán egyébként hitelesebb lenne, hogyha ezt a miskolci Jukóban tenné, ami egy no-go zóna Magyarországon, illetőleg már itt a negyedik másodpercnél elhangzott, hogy a cigánysággal szembeni előítélet, hát szerintem ez inkább utóítélet és tapasztalat. Halló! Hosszátok, légy szíves, hosszátok! El kell jusson a túló Jóskához, meg a Rajmondékhoz, meg a Jóska gyerekhez. Hosszátok! Nem tudom, te, Dani, ezt hogy látod? Hát annyira régóta küzd az általa említett kisebbség beilleszkedési problémákkal, amikor ő még éppen meg se született, de hozzátesem én se, itt az előítéletességet azzal kapcsolatban emlegetni egészen felháborító. Hát vagy csak a közelmúlt eseményeire gondolunk, akár a Deák téri történésekre, akár itt egyébként nem messze tőlünk a Mester utcai késelésre, ugye? Ugye jól emlékszem? Igen, erre? Igen, itt volt nem messze. Azért ezek után előítéletességet hivatkozni tényleg az elmúlt 30 év tekintetében még Donát Annához képest igen, is kivívó nagy pofátlanság. Pláne egy ilyen placon, ahol bölcsészek fröccsözgetnek hát igen. A Corvinus Egyetem közelében. Elég gáz vagy, Anna, eddig, de azért nézzük tovább szerintem. Pedig még csak a negyedik másodpercnél járunk. Ha. Még az eszembe jutott, hosszú lesz a videó. Egyik ismerősömmel beszélgettem a minap, és akkor így föltettem neki egy kérdést, hogyha egy cigány társaság jönne szembe vele az utcán, akkor mi történne? Hát átmennék a túloldalra, de miért? Hát nem akarok kést a hátamba. Tehát lehet, hogy Annácska is azért nem a miskolci Jukóba ment el, mert nem szeretne kést a hátába. Itt viszonylag ugye kevés cigány fordul elő ezen a füves placon, és hát így biztonságban érzi magát, de folytassuk a videót. Folytassuk, hát... Társadalmunkat tette szegényebbé, és az országunkat versenyképtelenebbé. A Momentumban abba hiszünk, hogy a cigányság a nemzet szerves része, aminek a kultúrája és történelme mindaz, amire mi is büszkék lehetünk. Ezzel szemben a cigányellenesség és az idegengyűlölet a mindennapunk sajnos elvitathatatlan része, amit az állami szintre emelt gyűlöletkeltés tovább fokoz és generációkra visszaveti a megoldások keresését. Na, én itt most leállítanám, tehát azt mondja, hogy állami szintű gyűlölet, tehát tulajdonképpen a kormányt, a Fideszt vádolja azzal, hogy gyűlöletet szít a hazai cigányság ellen. Hát nehéz ezt talonképesen megfogalmazni, hogy videóképes legyen az anyag. Vécén basztuk meg a feleségtel, a te feleségedet basztam meg, vakszemű. Vakszemű, ott ittam vele a pultnál, amikor hordta ki az italt. Én basztam meg, köcsög. Ráhúztam a faszomra. De... éppenséggel azt látjuk, hogy a Fidesz és a balliberális oldal épp úgy pátyolgatja a cigányságot, szavazat vásárlásra használja, nem lehet őket kritizálni. Tehát ez elég ordas hazugság, és még mindig csak a 30. másodpercnél járunk. Ez szörnyű, hogy még tényleg csak a 30. másodpercnél járunk, de közben az jutott eszembe, hogy itt integrációs problémákról beszél, és arról beszél, hogy a cigányság nem érzi magát a társadalom szerves részének. Hát azért ennek vannak okai, tehát ennek vannak történései, és nem nagy dolgokra érdemes gondolni, amikor a zebrán az egyik úttestről át akarunk menni, a másikra át akarunk kerni egy zebrán, akkor azt lehet látni, hogy az emberek mennek, fogják magukat, és szépen átmennek a zebrán, és semmilyen feltűnést nem keltenek. Amikor a cigányok átmennek a zebrán, akkor ők így mennek át a zebrán, tehát egy közlekedésre sem alkalmasak, gyalogos közlekedésre. No, javaslom, folytassuk, mert ránk esteledik.
nézzük hogyha meg. Minden másodpercnél megállítjuk, bár szerintem megtehetnénk. Ez, de... Bocsánat, én arra lennék kíváncsi, hogy minden másodperc, hogy 30 másodperc alatt, ha mondjuk Annát állította volna meg kettő jól méretezett cigány, akkor valahogy menne el tovább, vagy még ott maradna egy kicsikét, mondjuk, hogy hajna, hiszem, négy, hogy marad, hajna négy kör a Blaha környékén. Az volt a szerencséd, nem voltam ott csöves, Rajmó! De ebben az a durva, hogy valószínűleg ő ezzel tisztában van, ezért ment ide a Petőfi híd melletti parkba, mert itt nem érzi ezt a veszélyt. De mondjuk, hogyha a nyolc kerbe elmenne, akkor lehet, hogy ezt a videót nem forgatták volna le, mert egyéb obszén megjegyzéseket kapott volna. Mutogathatná a brüsszeli képviselő igazolványát. Igen, szóval... igen, hát az nem igazán érdekelni őket. Na, folytassuk. Csak együtt, közösen lehet sikeresen gazdag hazát, jövőt építeni. Ez ma a legfontosabb üzenet Magyarország minden polgára számára. Hiszünk egy olyan országban, ahol a szegény cigányember is tisztességes, becsületes munkával fel tud emelkedni a gazdag társadalomba, és ott is tud maradni. Megjelent egy cigány úriember is. Az elmondottakkal még úgy, ahogy lehetne is azonosulni, mi is hiszünk egy ilyen országba, csak hát, amikor a gazdag társadalmat emlegette, akkor önkéntelenül beugrottak azok a, hát mondjuk így, hogy sztereotíp képek, amik nem is annyira azok, amikor a X6-os BMW-kből szállnak ki az ilyen vastag fukszal a nyakukban. Bodzaszüretelésből vásárolták. Igen, tehát van ez a réteg, aki eljutott a gazdag társadalomba, ugye Enyhing környékén, ha megkérdezzük az embereket, akkor mindenképpen fogunk rá válaszokat kapni. Most egyelőre csak ennyi, folytassuk, nézzük. Azért megvan az a réteg a cigányok körében, akik magukat szegénynek és elesetnek vallják, és bizony-bizony előfordul, hogy párhuzamosan küzdenek kenyérgondokkal, de mindenkinek ott van a legújabb 400-500 forintos iPhone a zsebében, úgyhogy azért itt kettőn áll a vásár ebben. Illetve is. A későbbiekben majd a videó végén lesz egy ehhez fűzött gondolatom, hogy mennyire függ össze a szegénység és a bűnözés. Hát... egyszer megnéztem, be kell vallanom. Ezzel nem büszkélkednék. Ez, de hát végül is nem akarom kikerülni a vállat. Anna az Anna, világos, világos. Na, folytassuk. Véget vetünk az állandó háborúskodásnak és a nemzetünket szétszakító megosztottságnak. A Momentum romáknak is szóló programja ezért elkötelezett amellett, hogy egy olyan Magyarországot építsünk, ahol a származás nem hátrány, hanem erény. Ahol a... Hoppá, hoppá, mi ez a faji felsőbbrendűség? Tehát azt mondja, a származás nem hátrány, hanem erény, vagy mit mondott? Előny? Erényt mondott. Erény, előny, ebben az esetben úgy gondolom, hogy szinonimálja a kettő egymásnak. Tehát itt arról beszél a Momentum, egyébként a másik hölgynek a nevét bevallom őszintén, nem tudom. Nem valószínű, hogy utána fogok nézni. De szögezzük le, azt mondja a Momentum, hogy a cigány származásnak előnynek kell lennie. De hát mihez kell ez az előny? Szerintem a videó további részéből ez is ki fog derülni. Nézzük? Nézzük, nézzük. Esély biztosítása az állam feladata mindenki számára. A ma kihívása az, hogy közmegegyezést teremtsünk a roma esélykiegyenlítés kérdésében. Ennek a legjobb módja az, ha a roma közösség tagjait és szervezeteit együttműködésre hívjuk. Így... Bocsánat, hogy ilyen sűrűn megállítom, de erről a roma szervezeteknek az együttműködéséről, hogy együttműködésre hívjuk, erről eszembe jutott a tavaly nyári enyhingi banda háború a vezékúton. Nem volt ez ilyen vicces. Nem volt ez olyan vicces, de hát, hogy ott is különböző roma csoportok működtek együtt. És láthattuk az eredményt, igen, az együttműködésnek. Igen, beszélték meg a problémáikat, tehát nehéz azért így irónia nélkül közelíteni ehhez a témához. Én csodálom, hogy komoly arccal ezeket elő tudják adni. Hát amikor ők működnek együtt, akkor azért annak rendszerint szokott lenni fizikai áldozat, illetve fizikai sérülés azért szokott történni. Mindannyian ismerjük a viccet, amikor megy be a cigánya mentőre, és a hátából, mentőállomásra, és a hátából áll ki egy ekkora kés. Hát magával mi történt? Ja, semmi, barátom megbökött. Azért ez előfordul. Igen, igen. Indítom. Érhetjük el azt, hogy közösen mi, nem romák és romák, együtt befejezzük a 30 éve megkezdett rendszerváltást. Csak is velük, semmit nélkülük. A roma közösségeket és civil szervezeteket bevonjuk a döntés előkészítésekbe, a közpolitikai egyeztetésekbe, illetve a jogszabályok társadalmi egyeztetésébe is. No. Van lehetőség egyébként, tehát ugye
2019-ben jelentős balliberális előretörés volt tapasztalható az önkormányzatokban, és a balliberális érdekeltségű cégeknél akár akkor lehetne egy ilyet, hogy a magyarokat küldjék el, és vegyenek föl csak cigányokat. Kíváncsi lennék. Hát én nagyon kíváncsi lennék. Mi sül neki ebből? Miért nem csinálják? Ráadásul ugye most már nagyon sok város, legalábbis így hívják, hogy az úgynevezett felvilágosult, felszabadult, haladó progresszív városok, Budapest, Szeged, Pécs, Szombathely és nagyon sok megyeszékhely, ahol liberális vezetés van 2019 óta, akkor javasolnánk akkor közösen, hogy ott az önkormányzatokban, igen, tanácsadó pozíciókban foglalkoztassanak. Igen. Csak jogász, is kizárólag. Könyvelő, jogász, könyvelő, stb. Takarító vagy bizalmi állások, esetleg ahol némely összeget is, pénzt is kezelni kell, ott is akkor dolgoztassanak romákat, kifejezetten bőrszín alapján. Így van, mert hogy az előbb hallottuk, hogy a származás az erény, úgyhogy az erény, kedves erény. Donát Anna, várjuk akkor az ez irányú lépéseket. Nézzük tovább. Támogató kedvezményeket nyújtunk a munkáltatóknak, és a közszféra területén is megnöveljük a cigány származású munkavállalók számát. Akkor bőrszín alapján foglalkoztatni csak és kizárólag bőrszín alapján, ez egy cigányusz vagy Romulus Clausus szerinted? Hát, hogyha nem tudsz rá szebb szót, legyen az. Ennél szebb szót, hogy cigány, Donát Anna nem is tudna ennél szebbet. Újra feltűnt a képernyőn a roma úriember. Visszajött. Igen. Kíváncsi vagy rá? Nem. Én akkor indítom. Visszaállítjuk 18 évre a tankötelezettséget. Ahhoz el is kellene járni az iskolába. Nem, 15 évesen kéne a másodikat járni, azért ez fontos. Korhatár csökkentése egyértelmű hiba, mely tízezrek kiullását eredményezte a közoktatásból. A magyar iskolarendszernek képesnek kell lennie a társadalmi különbségek csökkentésére, ahol mindenkinek elérhetővé válik a továbbtanulás lehetősége. Pénzügyi támogatást nyújtunk azoknak az oktatást, nevelést végző intézményeknek, akik szűkölködnek gyógypedagógusban, szociálpedagógusban és fejlesztőpedagógusban. Itt azért némi önkritikát éreztem az úriember részéről. Korrektan elmondta egyébként, most legyünk néha ferek, mert... Meg kell állapítani, hogy a videóban ő a legszimpatikusabb. Ez azért erős. Igen, bár szerintem ez nem őt minősíti, hanem többi megszólalót, de... Nem erős a mezőny. Nem erős a mezőny, itt azt emleget, hogy az iskolák, akik hiány szenvednek felzárkóztató pedagógusokban, és még felsorol egy-kettő más határterületet, hát azért szerintem most legyünk közül, majdnem minden iskola hiány szenved ilyenben, igen, nem? Igen, most... csak ugye itt burkoltan azért mégiscsak elismerte, hogy ahol nagy számban vannak cigány tanulók, ott szükség lesz erre, de hogy ez visszaveti a normális tanulni vágyókat, tehát hogy éppen ez húzza alá annak a létjogosultságát, hogy szükség van az oktatásban a szegregációra. Másképpen én ezt nem tudom értelmezni. Tehát akkor fog takarító céget hívni, hogyha hegyekbe lakosz. Most nyilván ő gyakorlatilag ezt. Igen. Támogatást nyújtunk azoknak az intézményeknek, amelyek felszámolják a szegregációt, és azoknak a pedagógusoknak, akik vidéki kistérségekben tanítanak, biztosítva a minőségi oktatást mindenki számára. Újra biztos hátteret adunk a jól működő tanodáknak. Mentorprogramokkal fogjuk segíteni a fiatalokat és fiatal felnőtteket, ahol egyénre szabott, kis csoportokban fognak mentorok segíteni számukra a továbbtanulásban, szakmához jutásukban, illetve a tanulmányaik elvégzésében. A kormány 2015 óta szisztematikusan építi le a diszkrimináció elleni fellépés lehetőségét. Dani, szerinted ez mit jelent? Vétó. Szerintem ezt ő se tudja. Oké. Mi ezt a folyamatot vissza fogjuk fordítani. Visszaadjuk az önállóságát az egyenlő bánásmód hatóságának, illetve visszaállítjuk a Nemzetiségi és Kisebbségi Ombudsman intézményét. Arra szükség van? Dirzi! Nézd meg minket a vadakat, kutya! Dirzi! Nem, baj, hadd üssük! Dirzik! Lementem hozzátok, aztán kizét tyúkbőrt kínáltatok, hogy azt tegyek, Dirzik! Ombudsman? Egy olyan ombudsmanra lenne szükség, ami a cigányok által elkövetett kifejezetten fehérek ellen irányuló támadásokat ítéli meg, bírálja el, és ami nagyon fontos, előzi meg. És itt a kis közösségekre, kis roma közösségekre helyezte Annánk, szia Anna megint, a hangsúlyt. Én örülnék neki, hogyha ezek a kis roma közösségek 2-3 főt jelentenének mondjuk, amikor az utcán önkívületi állapotban sétálnak itt mondjuk évfél után, és nem 5-6-10-12 főt, ugye a kis közösségeket én is támogatnám.
Na, folytassuk. Ma Magyarországon a születéskor várható élettartam 6-8 évvel rövidebb, mint az EU más tagországaiban élőké. És ebből a szempontból a romák még az átlagnál is sokkal rosszabb helyzetben vannak. Hát talán nem kellene herbálozni. Szülés előtt. Után és közben sem. Ehhez csak ennyi hozzáfűzni valom. A Momentum célja, hogy olyan egészségügyet hozzon létre, amely mindenkinek esélyt ad a gyógyulásra és a hosszú életre. Fontos figyelni arra is, hogy a magyar gyerekek az oktatás során, a magyar emberek a mindennapi életükben miként találkoznak a magyar történelemben szerepet betöltő cigány személyiségekkel. Ezért támogatjuk azt, hogy több cigányhősről, közéleti szereplőről nevezzenek el köztereket, és alkossanak róluk köztéri szobrokat is. Húha! Nagyszerű lenne. Húha! Nagyszerű lenne. Magam, én meg Leonidas, én elvállalnám. Na tessék, vele. Már megvan. Csak a ruhát. Egy ilyen ruhát, meg valami jelvényt, meg valami bilincset, fegyver nem kell, minden, csak hogy lássák, hogy elég kemény fegyverek. Vagy polgárőrök vagyunk. Azt hiszem, elérkeztünk a mélypontra. Hát a pisztolyt tartanának a fejemhez, se tudnék ilyen személyeket felsorolni. Ha csak nem hamisítjuk meg a történelmünket és nagyjainkat, nem ruházzuk fele ezzel a származással, ami ugye, mint tudjuk, erény. Egy győzik emel szobor a parlament előtt. Nem rossz. A Dunaparton egy Mohamed Fatime. De talán az átlag életkor is egyébként magasabb lenne, hogyha jobb lenne az egészségügyi ellátás, és az azt használók minden egyes tagja fizetné az úgynevezett társadalombiztosítást. Egyébként a cigány hősökre visszatérve, Vona Gábornak is volt egy ilyen javaslata. Hogyne. Az elmúlt időszakban lehet, hogy tőle fognak tanácsokat kérni, hogy kik lehetnének ezek a személyek, akik történelmünk során előre vitték nemzetünk ügyét. Mondjuk én egyébként eredetileg kecskeméti születésű vagyok, és mint te, nem tudom, hallottál-e arról a történetről, 1956-ban, amikor cigányok fegyverhez jutottak. Ezt próbálta egyébként, ha talán jól emlékszem, volna is úgy megidealizálni, hogy fegyvert fogtak a szabadságért, de hát ezt nagyszüleimtől hallottak. És leadták a mételepben, vagy mi a picsa történt az utána? Az még a jobbik eset lett volna. Nem, úgy válogatás nélkül lövöldöztek mindenkire, és végül is megszórták a helyi cigány telepet egy-két bombával vadászrepülőről, de azt a fajta tevékenységet semmiféleképpen sem tudnám a hősökhöz sorolni. Tehát tulajdonképpen fegyverhez jutva fosztogattak és raboltak 1956-ban. Lehet, hogy az ő történelemkönyvükben vannak még ilyen esetek, amelyek nem ezek. Nem tudom, kire gondolsz, azon gondolkozok, hogy van-e valami híres, gyós esetleg köztük, akikre gondolhatnak, vagy... Nem tudom. Tehát talán azért ekkora bakugrást nem kellene tenniük, az is bőven elegendő lenne, hogyha a meglévő cigány közösség és annak vezetői gyakorolnának önkritikát, és megnéznék azt, hogy miért van ez az általuk előítéletnek nevezett valójában utóítélet, akkor azért talán egyről a kettőre nagy nehezen eljuthatnánk. Van mondjuk ebben egy kis lemaradás, úgy 600 év, de mindegy. A tiszta, élhető lakókörnyezet mindannyiunk joga és elvárásai regnáló kormányzattól. Tiszta, élhető otthon... lakókörnyezet csak tiszta, élhető lakosokkal képzelhető el. Milliómos! Egy szaros vasfellára föltűzted a vasat, azt sütt, vagy a húst, csupa szar volt a vasfell, azt azon süttetted, azt milyen kemény, finom! Milliómos kizáró téglágyak! Szarevők! Ennyit mindenképp tegyünk hozzá. De kirekesztő vagy? Ki? Az a hely, ahova jó hazamenni, ami biztonságot nyújt. Mi egy olyan Magyarországért dolgozunk, ahol ez minden család realitása, nem csak az elit kiváltsága. Ahol a támogatások azokat is elérik, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Pontosan ezért igazságot szolgáltatunk, és rehabilitáljuk a szegregátumokat. Szinkeci pujongi morcsi tehaszkesel rupi! Sontjeló bepetje jáka hajándetjeja! Hajándetje nája ánde! Ugyanis mindenkit megillet a pormentes útburkolat, a vezetékes ivóvíz, és a tisztes, élhető lakókörnyezet. Na, csak a végére értünk. De azért ezt ne hagyjuk szó nélkül, hogy arra hivatkozik a hölgyemény, hogy a támogatások nem jutnak el az igazán rászorulókhoz.
Hát például a roma ügyi programok finanszírozása és támogatása pontosan azért nem tud eljutni azokhoz, akiknek szüksége lenne rá, vagy legalábbis úgy vélik, hogy szükségük lenne rá, mert az ő általuk kivezetett és az évtizedek alatt ő általuk kitermelt vezetők, például Farkas Julián vagy az Országos Roma Önkormányzat összes többi vezetője, fogja és egy olyan dolgot csinál ezekkel a pénzekkel, ami hát abszolút nem meglepő, ellopja. Hát ez a videó szerintem tipikusan az a kategória volt, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Most az elmúlt percekben inkább nevettünk, ugyan sírni nem fogunk, de azért fordítsuk így a végére komolyra a szót. És a videó eleje fele tettem egy ígéretet, hogy erre a szegénység és a bűnözés kapcsolata témakörre azért még érdemes kitérni. Tehát, hogy a cigány bűnözés, és persze nem, ez egy bűnözői szubkultúra, nem kizárólag cigányok tartoznak bele, de nagy részt egyébként igen, tehát mégiscsak van egy etnikai vonzata is, azon túl persze, hogy vannak elcigányosok, az magyarok is, illetve ki lehet bőrszintől függetlenül szállni is ebből a bűnözői szubkultúrából, ez fontos elmondani. Egyébként pont ezeket a cigány embereket szokták a legjobban a cigány fajtársaik fenyegetni, akik ebből ki akarnak emelkedni, igen, igen. De a lényeg az, hogy mennyire nem a szegénységen múlik a bűnözés, mert ugye a cigány bűnözésnek az a fő ismérve, hogy az erőszakot öncélként alkalmazza, tehát nem eszközként. Tehát, hogyha oda megy hozzád egy cigány az utcán, és kést fog rád, és azt mondja, hogy add ide az értékeidet, és mondjuk vannak 4-5-en még, odaadod, az biztos, hogy 10-ből 9-szer emellett még meg fognak téged verni. Pedig nem lenne szükség rá, odaadtad. Vagy Borsod megyében betörnek a 80 éves idős nénihez, elveszik tőle a nyugdíját, biztos, hogy átvágják a torkát, megerőszakolják, stb. Nem folytatom. Tehát itt azt látjuk mindig, hogy a cigány bűnözés fő ismérve az az öncélú erőszak, és nem eszközként tekintenek az erőszakra, és ez egy jóval összetettebb szociokulturális kérdés, ez egész egyszerűen nem függ össze a szegénységgel. Ennek semmi köze a szegénységhez, ennek egészen máshoz van köze, ami mondjuk egy másik videó témája lehetne, de talán a Momentum videójának az elemzésére már lehet, hogy eddig is túl sok percet szenteltünk. Hát annára sose elég túl sok perc, de azért azt mindenképpen üzennénk neki, hogy vesse össze, hogyha nem érte egyet magával ezzel a kifejezéssel, amit te használtál, hogy cigánybűnözés, akkor azon mondjuk érdemes elgondolkodni, hogy az általad említett bűnözési forma, amikor betör az idős néni kertjébe, és megveri, összeszurkálja, majd ellopja a csirkéjét. Ha ezt mondjuk szembevetjük egy több milliárdos áfa csalással, akkor jó eséllyel be lehet azonosítani, hogy melyiket a kettő közül, melyiket követte cigány származású honfitársunk. Bár egyébként nem lenne hátrány, hogyha Donát Anna életében látott volna már egy cigányt is, mert ebben azért úgy nem vagyok biztos. Mutassunk neki? Hát lehet, hogy el lehetne kísérni mondjuk Észak-Kelet Magyarországon egy-két helyre, és úgy hagyni, hogy szóba elegyedjen. Egy romantikus randi a Sajó partján, mit hát gondolsz? Igen. Kettesbe, hármasba, többesbe? Na jó. Keményen kotesem lettük el, kotet éle a Puncsinak a faszát, szob le meg a zöldiét, meg a gyusziét, műhajas kurva! Az elégeket ne hívd ki, te dizáró, ma megbosszát a szába! Na jó, köszönjük szépen a figyelmet! Kibaszott zsaru, a társadalom csöpredéke, minden cigánynak sötét a bőre, és ettől a zsaru meg azt hiszi, hogy joga van bármikor jégre tenni.